Hirling Zsolt, evezős kettes olimpikon, világbajnok, Európa-bajnok, de valahogy az olimpiai dobogó az még az életében nem jött össze, és ahogy itt az előadásból lehetett hallani, már nem is nagyon fog. Az érdekessége az itt a Pál Apostol általános iskolás gimnázium vendége volt, és a gyerekeknek mesélt az életéről, és a hallgatóság soraiban néha fölmerülhetett az, hogy esetleg ön a Marsról jött, nem a Földről, nem itt él, munkáról beszélt, teljesítményről, szeretetről, családfontosságáról. Szóval mind olyasmiről, ami ma egyáltalán nem divatos történet. Nagy családból származik, heten voltak testvérek, és még remélem most is heten testvérek. Szóval ez valami fantasztikus. Hogy lehet valaki ennyire összeszedett, ennyire rendezett fiatalember 25-26 éves korában? Köszönöm szépen. Hát úgy, hogy már 28-at ütöm. Hát az élet talán az, ami rám mindig jellemző, hogy nyitott vagyok, legalábbis próbálok nyitott lenni sok mindenre. És ez nem csak a sportban merül ki, hanem ugyanúgy a munkában, ugyanúgy az önkéntességben, ugyanúgy az élet mindenféle területén, és szeretnék hát a saját elvárásaimnak úgymond megfelelni sok téren, és ez sokszor kudarcokkal jár, és negatív tapasztalatokkal jár, de azokat meg azért szeretem, mert akkor tudom, hogy megint tanultam valamit, megint föl lehet tápászkodni valamiből. És igazándiból tényleg erről szól az élet, én úgy gondolom, hogy kapjuk a megoldandó feladatokat, amiket valaki problémának mond, valaki megoldandó feladatnak, én ezeket így látom, és küzdünk azért, hogy túléljünk úgymond ebben az aktuális létállapotban. És nekem ez dobta az élet, hogy van egy nagyon erős akaratom, meg hát nem is azt mondom, hogy tudom, mit akarok, de úgy szeretem azokat a dolgokat csinálni, amiket éppen, tehát mindig olyan dolgot csinálok, amit szeretek, és ez így könnyebbé teszi az egészet. De egyáltalán nem divatos ember. Hát tisztességesnek ma nem sok embert tanítanak. Lehet, hogy a családokban ez így van, de úgy a nyilvánosság előtti trend is sajnos nem erről szól. Hát tudom, és pont ezért nem is nézek tévét, nem is nagyon foglalkoztat az, ami most a világba megy, vagy hát nem azt mondom, hogy foglalkoztat, nem próbálok, tehát nem veszek róla tudomást, és nem ülök fel annak a negatív hír tömegnek, amit folyamatosan ránk zúdítanak, és elhitetik velünk azt, hogy mi kevesek vagyunk, ez az ország is kevés, és itt nem jó élni, és amúgy is nem jó az élet, és mindenféle mondva csinált megoldást próbálnak adni az embereknek, ahelyett, hogy emberek rájönnének, vagy arra rávezetnék az embereket, hogy saját maguk tudnak kijönni abból a problémába, vagy abba a helyzetbe, amiben belekerültek, és hát ez nekem se tetszik. Tény, hogy az árral szembe úszom, az is tény, hogy ez sokszor elég nehéz, de hát én így szeretem az életet. Peking után abba hagyta az evezést. Miért? Azért hagytam abba, mert Peking az egy elég rossz élmény volt. Ott mi magunk jó eredményt vártunk el, és igenis benne volt a csapatban egy érmes helyezés, de túl lettünk edzve, amit nem lett, akkor nem lett jól kezelve az egész. Én abba hagytam, mert úgy gondoltam, hogy most akkor így nekem elég volt a sportból. Befejeztem az egyetemet, sok minden más csináltam, dolgoztam, úgymond tapasztaltam az életet. És annak örülök, azért örülök annak, hogy utána végül is Londonba is kijutottunk, mert én azért jöttem vissza az evezésbe, mert szeretem. Még azért ne jöjjünk vissza. Ön igazából tananyag lett a testnevelési egyetemen, hogy nem szabad evezősöket edzeni. A túledzésnek a kritikáját tanítják most, és akkor önök ezt jelezték, és igazából nem lett foganatja. Ilyen az élet, és sajnos ezt hozta, vagy sajnos, nem sajnos, nem tudom, hogy mennyivel lennék jobb ember, vagy jobb ember lennék-e, hogyha a Pekingben elhozunk egy érmet. Szerintem nem, sőt, biztos, hogy nem. Lehet, hogy akkor nem is jutottam volna ki Kenyába, lehet, hogy akkor be se tudtam volna fejezni az egyetemet,
vagy lehet, hogy akkor most nem a világ legjobb munkáját csinálnám. Ezt soha nem lehet tudni, és én nem akarok ezen gondolkodni, hogy mi lett volna, ha ezt hozta az élet. Hát igen, mi rólunk... Pedig Peking az már a demokrácia időszaka volt. Igen, valahol igen az volt, de sajnos nekünk nem hallgatott ránk a vezetés, és azt hitték, hogy mi csak lézengünk, meg sírunk a sok edzéstől, holott ez végül is nem így volt, de ez már engem annyira nem érdekel. Hát tanuljanak belőlünk a jövő generáció és a sok sportoló, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, úgy, hogy egy jó felkészülést tudjon az ember maga mögött egy olimpia előtt például. Hát úgy fest, hogy az evezés a kajakkenuhoz képest nem igazán sikeres. És ezt nagyon nehéz gondolom, főleg ott a hajóban megemészteni, miközben a teljesítmény, a munka ugyanúgy megvan benne, sőt az eredmények ugyanúgy jöhetnének. Tehát lehetnének ünnepelt fiatal emberek, sportolók, és az a példa, amit a személyisége sugároz, az még jobban átmenne a társadalomba. Igen, ez biztos, hogy így van, de tényleg rengeteg olyan sportág van, aminek nagyon örülök, hogy az ország jó benne. Az, hogy az evezés az miért pont ilyen, annak történelmi hagyományai is vannak Magyarországon, azért nagyon tönkretették az evezést a régi rendszer alatt, és most sem tudott feltápászkodni. Milyen rossz vezetői vannak? Hát nem mondom, én nem mondok senkire, hogy rossz vezető, mert én nem tudtam bizonyítani, hogy én jobb lennék. Nincsenek, nem ilyen, hogy rossz vezető. Komoly anyagi háttér kell, meg komoly ember háttér kéne ahhoz, hogy még többen és még jobban menjen az evezés. Nem mellesleg világszinten ez egy elit sporták, tehát például Angliában csak 35 ezer igazolt sportoló van, tehát amíg Angliából 35 ezeres a merítés, itthon meg pár tíz, addig ne akarjuk, addig más fölvenni velük a versenyt, és ne csodálkozzunk, és minden országban van evezés, és minden országban az evezés az egy nagyon komoly sportnak számít, és hát nálunk nem, de van, ahol pedig a vízilabda nem számít nagy sportnak, úgyhogy ez dobta a gép, ez dobta az élet, és nem gondolkozunk azon, hogy most ugyanannyit edzenek, a kajakosok mégis elérnek egy aranyérmet, de ők nincsenek itt például, nem voltak önkéntesek, nem lehetnek légiforgalmi irányítók, tehát annyi sok jó dolog van még az életben. Akkor még forduljunk azért vissza Londonig, mert azért csak elindult, és ott is szép eredményt ért el. Igen, ott 11. helyen végeztünk, és az egy jó olimpia volt, mert az utolsó pillanatban jutottunk ki, 3 év kihagyás után, és tényleg ott nagyon szerettük csinálni ezt az evezést, és nagyon jól ment. Ott is közben jött sajnos kint az olimpián egy betegség, de az élet ezt hozta. És már a társának. A társának is, meg nekem is voltak évközben folyamatosan gerincsérv, meg ilyenek, és azért így versenyezni nem könnyű, és mégis ott voltunk. Helytáltunk, mert mi aztán tényleg mindent beleadtunk. Most az, hogy ezt nem jutalmazták éremmel, ez ilyen dolog, ez nem baj, nincs ez semmi gond. De Hirdling Zsolt tükörbe tud nézni, azt mondja, hogy megtettem mindent. És ez a legfontosabb, így van. Közben elvégezte az egyetemet, repülőmérnök lett. Ez is ritkaság. Inkább a vízilabdásoktól lehet hallani, hogy sietnek egyetemre járni. Igen, na most az evezősök is olyanok, hogy nagyon sokat, szinte mindenki egyetemre jár. Tényleg a csapattársamnak is 2 diplomája van, és nagyon jó szakember a munkájában. Én előbb szerettem volna légiforgalmi irányító lenni, mint evezős, csak 10 évvel ezelőtt még oda kértek diplomát, és akkor elkezdtem egyetemre járni, és közbe jött az evezés. És most így hozta az élet, hogy most már ott lehetek, és gyakornokként vagyok Ferihegyen. És ez szuper. Közben volt Kenyában, amit már emlegetett, ez pedig egy jótékony, hogy is mondjam, csak vállalás, elmenni és ottani árvaházban gyerekeknek örömet okozni, gyerekeket terelgetni, nevelni. Ez hogy jött? Igen, az is pont az élet úgy hozta, hogy volt egy kis úgymond szabadidőm, amikor így gondolkoztam, hogy mit csináljak, és ahelyett, hogy, tehát rengeteg mindent csinálhattam volna, én úgy gondoltam, hogy én most akkor elmegyek önkéntesnek, mert egy oldalról kalandva, egy másik oldalról pedig szeretek segíteni embereknek, olyanoknak, akik
akik saját maguktól nem tudnának elérni dolgokat. És akkor így kerültem ki Kenyába, egy árvaházba, és ott 5 hónapot dolgoztam önkéntesként, hát az egy csodálatos dolog volt, tehát tényleg az lenyűgöző, attól függetlenül, hogy minden nap egy komoly harc volt saját magammal, ott az elemekkel, az idegen országban, az idegen emberekkel, de mindig volt ott egy gyerek, aki odajött, és el lehetett vele játszani, és tényleg csodálatos, nagyon jó hely volt. Ilyenkor már az ember nem az áraházra, meg nem a másik kontinensre tekint ebben a korban, hanem családra, saját egzisztenciára. Ez is egy különlegessége az ön személyiségének, hogy egy órán keresztül beszélt, és ez föl se vetődött. Hát igen, nem tudom, most az élet ezt hozta nekem, hogy jelenleg nincs se családom, se gyerekem, majd az élet, ha úgy gondolja, hogy itt az ideje, akkor majd lesz. Tehát én ezzel nem sietek, nagyon nem foglalkozok úgy a jövővel, hogy egzisztencia, mert tudom jól, hogy eddig is mindent megtettem minden nap azért, hogy hát ha nem is azért, hogy jól éljek, de hogy én helyének érezzem az életemet, és ez így lesz a jövőben is. Tehát én az egzisztencia miatt én abszolút nem félek. Tehát fogok tudni dolgozni, akarok is dolgozni, ezzel nem lesz baj. A család meg egy olyan dolog, hogy ezt nem lehet erőltetni. Az vagy jön majd egyszer, vagy pedig nem jön. De mint mondtam, van, ami nekem sikerül, és sikeres vagyok a sportban, sikeres vagyok, hát úgymond önkénteségben, hát azért ezt nem mondanám, mert ez nem ilyen dolog. De a szakmában is nagyon igazán jól megtaláltam a helyemet, a családban egyenlőre még nem. Az számít, hogy 7 testvére van? Illetve 7-en vannak testvére? 7 testvérem van. Persze, hogy számít. Ez egy tök jó dolog, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy jó testvérek vagyunk, mert szerintem ez is egy ritka dolog, és segítjük egymást. Tehát tényleg hihetetlen jó dolog a testvéreimmel együtt lenni, együtt dolgozni, bármi van, szólunk a másiknak, segítünk neki. Tehát ez így jó, ez így tetszik. Már úgy értem, hogy számít-e, hogy lassítja ezt a családkereső folyamatot, hiszen mindig nagy közösségben van, mindig tulajdonképpen nagy családban van, kiegyensúlyozott emberi életet él. Hát, ha már nem is otthon élek, tehát én már nagyon rég éltem otthon, de nem tudom, de hogy lélekben együtt vannak. Lélekben együtt vagyunk, igen. Szerintem nem lassítja. Nem, szerintem ennek nincsen befolyása rá. Nem, még erre nem is gondoltam. És itt van még a hit is ön mellett, kezdettől fogva katolikus, és azóta gyakorolja is a hitet. Igen, így van. A szüleim, nem azt mondom, hogy belém nevelték, de hát ugye mindig is jártam hittanra, templomba. Nekem ez fontos dolog, és nem állok be azok köré, akik szidják az egyházat, mert hogy az egyház így meg úgy, mindig mindenkit lehetne szidni. Én Istennel állok kapcsolatban, legalábbis vele szoktam beszélgetni a misén, és nem azon foglalkozom, hogy most az egyházat azt miért kéne szidni. Nyitottnak kell lenni egy kicsit, és nem elítélni a másikat első ráfordulásra, hanem megtalálni mindenben a jót, és én megtaláltam a jót a katolikus egyházban. És ez az egész életében, a teljesítményeiben is szerepet játszott? Tehát ha nem lett volna ez a fajta lelki kötődés, akkor nem biztos, hogy ilyen sikeres lett volna? Én nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem lett volna, mert vannak olyan sportolók, akik aztán teljesen ateisták, és sikereket, olimpiai bajnoki címeket érnek el. De az életem biztos, hogy más lett volna. És én nekem így úgy érzem, hogy jó az életem, és így szeretem ezt az egészet. És ehhez hozzátartozik, igen, az, hogy tudjak valamiben hinni. És tudom azt, hogy nem egy végleges állapot, amiben itt vagyunk, hanem itt vagyunk azért, hogy fejlődjünk, és lesz itt még, lesz úgymond feltámadás. Tehát van itt még élet az élet után. Itt a gyerekekkel beszélgetve, hogy érezte magát? Nagyon jól éreztem magamat, mert tudtam arról beszélni, amit szeretnék, és nagyon remélem, hogy ők értették, hogy miről beszélek, mert az lenne a legfontosabb. És hogyha néhány gyereket meg tudott fogni egy-két dolog, és szerintem igen, akkor már jó, és szerettem volna, hogyha az átjön nekik, hogy saját magukban találják meg az olimpiai bajnokot, a világbajnokot, és ez nem feltétlen a sport, nem feltétlen a művészet, hanem mindenki meg tudja találni, hogy miben leli a boldogságát, és akkor jó az élet. Egy egész futballcsapat is eljött innen a szomszédból, a Rákosmenti községi sportkör fiataljait az egyik edző elhozta. Ez egy nagyon jó ötlet volt. Azt gondolom, hogy lássanak húsvér és sikeres embert. Örül neki?
Persze, főleg, hogy focisták, az jó, mert én ugye úgy vagyok, hogy van a sport, meg van a foci, és örülök, hogy tudtam beszélni ezekkel a kis focistákkal, hogy egy kicsit legyenek ők is sportolók, ne pedig focisták. Ez így jó, ez nekem tetszik, ennek kifejezetten örülök, hogy így egy csapat jött el, én nem is tudtam erről. Most esik le, és nagyon bízom benne, hogy ő nekik is tudtam pluszt adni, meg segítséget, meg valamit. Legalább itt voltak, és nem a számítógép előtt ültek. Hisz abban, hogy ez a, ahogy a beszélgetésünk elején kezdtük, nem a tisztesség, nem a jó irányába menő, vagy annak látszó társadalom fordulatot vesz, és lehet rajta változtatni, hogy a polgári értékek azok nagyobb teret nyerjenek az emberek életében? Nem tudom, ezt fogalmam sincs. Én abban hiszek, hogy a saját kis mikrokörnyezetemben békét és a barátaimmal, családommal egy jó kapcsolatot tudjak fönntartani. Az is nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz, keveseknek sikerül, és akkor talán egy picit lehet jobb, picit lehet könnyebb a dolog. De most az, hogy az egész társadalom hogy, merre, meddig, ez nagyon nehéz. Olyan erőkkel állunk szembe, itt a médiára gondolok, meg mindenféle romboló hatásra, hogy egyszerűen tényleg az árral szembe úszunk, de ha egy-két embert meg tudunk győzni, vagy nem is sok meggyőzni akarok, hanem elgondolkodtatni, akkor már jó. Hát sok olyan emberre van szükség, mint Hídling Zsolt, és akkor talán sikeresebb lesz ez a folyamat. Bízom benne, köszönöm szépen.